Köszöntöm nézőinket, önök a kulturális magazinunkat látják, Jala Jászmin Grace vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. Hátizsákos túrát szervezett a múzeum a Mészői Tanyához. 20 éves lett a Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület. Minden Szentek az Üdvözült Lelkek Emléknapja. Halász Juditot a szeretet tartja még mindig a színpadon. A Múzeumok őszi fesztiválja keretein belül szervezte meg a Vosinszky-Mor megyei múzeum a Mészői túrát, aminek a végállomása Mészői Miklós alkotói háza volt. A Porkoláb völgyben található tanya adott otthont a fáradt kirándulóknak, ahol egy hangrelaxációs program is várta őket a gyönyörű őszi napsütésben. És egyre könnyedebben átadod magad ennek a rezgésnek. Figyelj a tested. Szikrázó napsütésben a szekszárdi dombság ölelésében hangfürdőznek a Mészői Hátizsákos túra résztvevői. A Vosinszky-Mor megyei múzeum szervezésében megvalósuló délelőtti program végállomása volt Mészői Miklós Porkoláb völgyben található alkotóháza, ahol a sétától megpihenve nyugtató dallamok között relaxálhattak a vállalkozó kedvű kirándulók. A tibeti hangtálak, a gong, az óceándob mind hozzájárultak a jól megérdemelt pihenéshez. Ez a relaxáció, ez valójában egy rezgésterápia, mondhatjuk így is. Ugye itt a résztvevők kényelmes helyzetben ülnek most, ebben a gyönyörű szép térben, amit itt megépítettek a Mészői Tanyán. És igazából itt úgy kell elképzelni a hangrelaxációt, hogy a hangtálaimat és ezt a tibeti gongot hangszerként használom. És ugye a résztvevőknek egyszerűen csak a hangokra, a rezgésekre kell figyelniük, magukra, a testükre, és milyen hatással van rájuk ez a gyógyító rezgés. Ugye alapvetően ezek nem gyógyító hangtálak, vagy gong, vagy hangszer, hanem gyakorlatilag arra emlékezteti a szervezetünket, hogy milyen az egészséges, harmonikus állapotunk, és az öngyógyító folyamatokat indítja be. Tehát mindenképpen abban segít minket, hogy saját magunk fejlődjünk, saját magunk gyógyuljunk, regenerálódjunk, és hogy visszataláljunk a középpontunkba és a belső harmóniánkhoz. Alapvetően van egy menete, hogy milyen sorrendben épülnek fel a hangszerek, hogy jönnek egymás után. Ugye a hangtálakkal kezdem, utána a nagy gonggal játszom egy 20 percet, és akkor utána visszatérünk a hangtálakra, illetve most már kosit is használok, ez egy nagyon-nagyon finom dallamos hang. Viszont például a gongjáték az egy ilyen nagyon spontán, intuitív játék végül is a rezgésekkel, és igazából én is ilyenkor mindig átszellemülök, és így átadom magam ennek az egész flow élménynek és rezgés hullámoknak. Ez egy olyan terápiás, relaxációs élmény, ahol a test megnyugodva csendben pihen, miközben az áramló rezgések gyógyító energiákat küldenek felé. Az ellazult állapotban könnyebb elengedni mindazt a negatív töltetű energiát, ami terheli a szervezetet. Úgy elindítja az öngyógyító folyamatokat. Azért körülbelül egy hét, míg nagyon szépen így lecseng bennük ez a mai alkalom, ez a relaxáció. Ugye mindenkinél más, hogy milyen élmények jelennek meg. Az biztos, hogy nagyon pozitív hatása van, valakit nagyon megérint, van, akiben fizikai tisztulási folyamatokat tud elindítani, van, aki egyszerűen csak ellazul, és egy ilyen nagyon-nagyon mély alfa állapotba kerül, tehát nem feltétlen kell ehhez előképzettség, nem kell hozzá különböző tanulmányokat folytatni, hogy megértsék, mert ugye itt nem megérteni kell, hanem egyszerűen csak megnyílni, és átengedni magukon ezeket a hangokat. A FIT Múzeum program a Múzeumok őszi fesztiváljának része volt. A mára már hagyománnyá vált túra minden évben nagyon népszerű. Ez a harmadik, negyedik túránk, amit mindig összekötünk valamilyen foglalkozással, hol gyerek programmal, játékos mese délelőttel, hol most különlegességként a Oló Eszter hangtál programját választottuk. Társul, és hát ezen kívül az érdeklődőknek bemutatjuk még a Mészői Miklós alkotóhelyét, a Mészői Tanyát. A túra az ilyenkor tulajdonképpen majdnem a Mészői Miklós szülőháza elől a Béla térről indul, most a Babics utcán, a Kálvin téren, a Bálint közön keresztül, a Remete utcán végig, és a Bal Remetén föl
ez egy olyan, hát egy órás túra körülbelül, amíg szépen el lehet sétálni ide a Mészöly tanyához, ahol most sugárzó napsütés fogad bennünket. A tanya Mészöly Miklós 60-as évekbeli alkotóhelye volt, ahol az író tavasztól őszig tartózkodott és írt. Itt vetette papírra az első nagyon fontos regényét, az Atléta halálát. Felesége Polc Ellen is gyakran meglátogatta az írót. Az emlékeikben ez egy ilyen idilli helyként maradt meg, tehát az a békesség, az a nyugalom, ugye a várostól egy picit távol a rokonlátogatások, vagy a családlátogatás és egyéb baráti látogatásoktól távol, hiszen az ő otthonuk Budapesten, a Városmajorban, az is mindig nagy társasági élet volt, mindig volt valaki náluk, illetve sokszor volt, amikor barátok ott laktak hosszabb ideig, tehát hogy ez egy ilyen idilli alkotóhely volt. Mészöly említi is Polca lennek egy levelében, hogy ide valami komoly munkát kell neked is hozni, mert éppen Wittgensteint olvasok, és hogy ez itt mennyire jó. És mondom, az a nagyon szép benne, hogy Alenben is, illetve Alentől is tudható, hogy ez egy ilyen idilli, békés hely volt számukra az emlékezetben, és a házasságuknak is egy olyan nagyon boldog időszaka, amikor ők itt is éltek egy rövid ideig, néhány hetet közösen. A 90-es évektől már megvolt a törekvés Szekszárdon arra, hogy az akkora már jócskán leromlott állapotban lévő tanyát alkotóházzá alakítsák át. Az eredeti tanya menthetetlen volt, romos állapotban vásárolta meg egyébként a város magát egy kis területtel együtt a romos tanyát, és hát két évtizedig durván nem történt semmi, míg végül is a Szekszárdi Vagyongazdálkodási Kft. Talált egy turisztikai pályázatot, aminek a keretében felépült egy új tanya, ami miután turisztikai pályázat, 5 évig biztos, hogy kiállító helyként fog működni. Egy pici kiállítás is elkészült, ami pont ezt az időszakot, ezt a nagyon fontos alkotó időszakot mutatja be Mészöly Miklós életéből, de úgy van kialakítva, hogy itt lehetőség lesz arra, hogy majdan alkotóházzá alakuljon át ez a fontos és ma is nagyon szép természeti környezetben lévő ház. A tervek szerint az alkotóházban irodalmi találkozókat rendeznek majd, és a házad otthont a Szekszárdi Magasiskola Mészöly Miklós Irodalmi Akadémiának is. Énekkel, vetítéssel és kiállítással ünnepelte a Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület fennállásának 20. évfordulóját. A Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület jubileumot ünnepelt, fennállásának 20. évfordulóján szerveztek programot megalakulásuk helyszínén, a település művelődési házában. 20 éve alakult az Egyesület, 2002-ben itt a művelődési házban Faddon, egy korábbi 1994 óta alakult tánccsoportból, és hát ennek a tulajdonképpen 20 évesek lettünk, és ebből az apropóból szerveztük ezt, tulajdonképpen egy generáció felnőtt, eltelt ennyi idő, és úgy gondoljuk, hogy illő megemlékezni erről az elmúlt 20 évről. Nagyon sok minden történt, nehéz is összefoglalni, de tulajdonképpen abból azt tudom elmondani, hogy a népi kultúra, a népművészet mellett foglalkoztunk az egyházi tevékenységgel is, megtanultunk népi énekeket, híres zeneszerzők műveit is, tehát énekarban, kórusként, versenyeken is részt vettünk, például a Tolnamegyi Színege Madár népdal éneklési versenyen is többször szerepeltünk, de a tánccsoportot mindig, ahol elkísértük Balatonverényben, minősítésen vett részt, és akkor ott az énekkar szintén szerepelt a tánccsoport mellett. Most tulajdonképpen sajnos a tánccsoportunk már leépült, ugye a fiatalok kikerültek, vagy elköltöztek, és nem volt utánpótlás, nagyon nehéz a szakmai vezetőt idehozni, megtalálni, de az énekkarosok,
korosztályoknál fogva ők sokkal tartósabb kapcsolatot, tehát közelebbi kapcsolatot építettek ki, és így megmaradt ez tulajdonképpen mai napig a közösség, és tevékenyen dolgoznak ma is. Az elnök elmondta, elérték a kitűzött céljukat. Azt gondoljuk, hogy a településnek egy olyan színfoltja és egy közössége, amelyikre mindig lehetett számítani évről évre. Rendszeresen rendeztük például adventi hanu versenyeket, hát maga az énekkar szervezte ezt meg, és az ő szakmai vezetőik állította általában közösen ugye színpadra. Ez 17 alkalommal, nagyon emlékezetesek voltak. Természetesen igyekszünk, hogy a fiatalokat is bekapcsolódjanak. Tartjuk a kapcsolatot a fiatalabb zenészekkel, akik korábban akár itt nálunk művelték, vagy ha el is kerültek, egy családtagék itt vannak, hogy ezt át tudjuk adni a jövő generációnak. Ádám Imréné a kezdetek óta tagja a kórusnak, ma már nem énekel, csak titkári feladatokat lát el. A Balog a kórusa segítette a táncsoportnak a munkáját azzal, hogy aláénekeltünk a táncoknak, mert azért a táncba kifáradnak, és így nagy segítség volt. És akkor jött az ötlet, hogy legyünk egyesület, mert sokkal több lehetőség adódik abból, hogyha valaki egyesületként működik, és így alakult meg 2002-ben az akkori művelődési ház igazgató Kis Ferencnének az ötletére a Fadi Borókainak és Néptánc Egyesület. Alapítótaként voltam, mert előtte is én már a tánccsoport nem tánctagja voltam, hanem énekes tagja, és hát ebből lett egy egyesület, és csak duzzadt, és hál' Istennek azóta is 20 év alatt nem szűnt meg, hanem még fönt van. Igaz, hogy nagyon jó kórusvezetőink voltak, és az nagyon sokat számít. Úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy ilyen visszatekintő műsort, amiben nem csak azzal foglalkozunk, hogy mit énekelnek, vagy mit énekeljünk, hanem vendégeket is hívtunk, mindazokat, akik eddig is a rendezvényeinket szebbé tették, és ünnepélyesebbé tették, és az az ötlet támadt a tagoknak, hogy mivel sokan kézimunkáznak, festenek, gobleneznek, hogy ezeket is mutassuk meg a falunak, hogy mi nem csak énekelni tudunk, hanem más, azon kívül még sok mindent. A kiállításon festmények, hímzések, horgolások, foltvarrások, fazekas művek egyaránt láthatók. Ezeket mind a kórus tagjai készítették. A kiállított kézi munkákon kívül egy a múltat idéző képes falat is létrehoztak, de az előtérben elhelyezett tévén is a kórus korábbi fellépéseinek képeit vetítették. Úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon sok emberben nagyon visszahozza azt az időszakot, amikor elindultunk, mert azért az első 10 évesünk is volt már, az első 10 év sokkal aktívabb volt, most ez a második 10 év azért annyira nem, de ebbe közjátszott a vírus is. Úgyhogy 3 évig nagyon nehezen működtünk. Újabb tagokat szeretnénk verbúválni magunk közé, jó hangúakat, fiatalabbakat, idősebbeket, akik szeretnek énekelni, és szívesen ebbe a közösségbe tartoznak, mert nem csak énekből áll, mi járunk fellépésekre, járunk kirándulni, járunk sokfele, úgyhogy mindennel foglalkozik, hogy a kórus, ami a szabad időnket próbálja jobbá szebbé tenni. Minden szentek napja, a keresztények ünnepe, az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus világ november 1-én tart. A következő percekben Aradi András evangélikus esperes osztja meg a jeles nappal kapcsolatos gondolatait. Október és november hónap az egyetemes kereszténység számára az egyházi esztendőnek a befejezését jelenti, és ilyenkor mindig nem csak az adott életre, itt a földi életre tekintünk, hanem előre tekintünk. Így született meg a katolikus egyházban a Minden Szentek ünnepe, illetve november 2-a pedig a halottak napja. Nálunk a
protestáns egyházban azonban nem csak erre figyelünk, hiszen október 31-e a reformáció ünnepe is, tehát számunkra ez egy ilyen kettős ünnepet jelent. Minden szentek ünnepe halottak napja, amikor kimegyünk a temetőben, meggyújtunk egy gyertyát, megállunk szeretteink sírjánál, az tulajdonképpen ezt a reménységet fejezi ki, hiszen nem csupán emlékezünk, hanem abban a hitben állunk meg ezeknél az emlékhelyeknél, hogy szeretnénk újra találkozni az Isten szín előtt, a bennünket végtelenül szerető Isten szín előtt. Kettős ünnep számunkra valahol összeér, hiszen egyrészt felszabadít bennünket a hit megélésére, a Krisztus keresésre, a Krisztus vezetésében megélt kereszténységre, másrészt pedig az életnek úgy ad értelmet, hogy amikor halottainkra gondolunk, akkor egy távlatot nyit számunkra. Nagyon különös az, hogy nagyon sokféle gondolat van az elhunytakkal kapcsolatban, különböző felekezetek és különböző tanításokkal gondolnak erre a megélt várakozásra, hiszen van, aki azt mondja, hogy a lélek halhatatlan, más teológiai álláspont szerint az ember, mint teljes egység hal meg, hiszen a bűn alá van rekesztve test és lélek, és majd egykor a feltámadás napján együtt állunk meg mindannyian a Krisztus ítélő széke előtt, feltámadt testben és lélekben. Azt gondolom, hogy nem ezek a teológiai különbségek azok, amik igazán lényegesek, hiszen sok mindent, bár a Szentírásban Isten kijelent nekünk, de mégis nem tudhatunk. Ezek Isten titkai. Azt gondolom, ami fontos, az az a várakozása, hogy mi tekintünk előre. Éppen ezért fontos az is, hogy az életben megéljük azt, hogy mulandóak vagyunk. Fontos az, hogy megéljük azt, hogy szeretteink élete egyszer befejeződik. Van, amikor hirtelen, ez nagy szomorúság azok számára, akik itt maradnak, van, amikor hosszú időszakon keresztül készülve arra, hogy elmennek ebből az életből. Fontos az, hogy megéljük, hogy mulandóak vagyunk. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy a gyermekeink számára is megtanítsuk ezt. Világban szeretnénk a halál tényét, a mulandóság tényét eltávolítani magunktól, eltávolítani gyermekeinktől is. Pedig, hogyha ott vannak, együtt vannak azzal a szeretett személlyel, aki ebből a világból elmegy, akkor sokkal inkább abban a hitben tudnak meggyökeresedni, és abban a hitben tudnak megerősödni, amelyben vigasztalást is találhatnak, és másképpen tekintenek az elhunyt szeretett elmenetelére. Ez a fordulópont, október-november hónap fordulópontja, egyrészt azt a felszabadult hitet jelenti, amellyel belekapaszkodhatunk Krisztusba, másrészt pedig azt a várakozást, ahogyan megállunk hittel szeretteink sírjánál, és előre tekintve reméljük azt, hogy egykor együtt ünnepelhetünk Isten országában.
Van, aki filmszerepeiért, van, aki színpadi jelenlétért, és van, aki énekesi munkásságáért szereti Halász Juditot. Szekszárdi fellépésén ismét a gyerek közönségnek énekelt el ismert dalait. Azt mondja, a célja, hogy a legkisebbek a dalokon keresztül kerüljenek közelebb a magyar irodalomhoz. Mutasd a tenyeret, kérdezek valamit. Ismered? Nem. Nem is tudod, hogy mit jelent? Nem tudom. Nem hallottál róla még soha? Disznóság pedig így mutatja meg egy fialánynak, hogy mit akar. Az utóbbi időben megint sokat álmodom Katával. Bolondos álmok ezek. Keressük egymást bennük, keresem Katát. És ha megtaláltam, reggel mindig boldog vagyok, hogy Katával álmodtam, és megtaláltam. Szabó István szerelmes filmje a Halász Judit filmes munkásságának egyik kiemelkedő alakítása, és jelenti őt egy korosztály számára. De van egy másik korosztály, akinél ő a mesélő, a Mir Mura Kandúr mesesorozatban, és persze vannak azok, akik sosem láthatták játszani, de dalain keresztül ismerik az énekes Halász Juditot. Ez így alakult. Azt az ember nem tudja eltervezni előre, hogy ennek vagy annak vagy én mindenkinek énekelek, és mindenkinek játszom a színházban, aki oda betéved és szívesen jön. Abból a szempontból, hogy háborús gyerek vagyok, nem születtem szerencsés korszakban, meséli. De abból meg igen, hogy fiatal színészként számos lehetőségem nyílt a megmutatkozásra. Minden kor más, és minden kornak megvan a maga nehézsége. Most úgy érzem, hogy különösen nehéz a fiataloknak, nem csak a fiataloknak, nekünk is, sok tekintetben. És hát csak azt reméljük, hogy mindenkinek azért előbb-utóbb kinyílik a fantáziája és a gondolatai, és rájönnek arra, hogy mi az, amit esetleg rosszul csinálunk, amin változtatni lehetne. Megtaláltam azt az utat, amin én szeretnék járni. Hogy én színész lehettem, hogy énekelhetek, és hogy családom van, és szerethetem a családomat, és a családom szerethet engem, és a közönséget szeretem, és a közönség szerethet engem. Az én számomra a szeretet az egy nagyon fontos szó, de nem csak szó, hanem tett vagy valóság is, ami hát nagyon sok esetben már egy ilyen elcsépelt szónak tűnik, de ennek megvannak a valóságos tettekhez, cselekedetekhez, gondolatokhoz illő hát valóságai is. Tehát ennek van valósága. A figyelmünk az nagyon fontos. Az ember arra figyel, aki érdekli. És ha érdekel a világ, érdekelnek az emberek, érdekelnek azok, akik bejönnek a színházba, meg akik nem jönnek be, esetleg azok is, hogy miért nem jönnek be, vagy mi a bánatuk, mi az örömük, akkor az nagyon, nagyon sokat ad az ember személyiségéhez. És nagyon sokat ad ahhoz az emberhez, akik mi vagyunk. A gyerekközönség az egyik leghálásabb publikum. Igaz, minden pillanatban teljes lényeddel ott kell lenni ahhoz, hogy a figyelmüket fenntartsd, és ez nagyon nehéz. Nekem mondja, meghatározott célom van a gyerekprogramokkal. Hogy szeressék a magyar irodalomnak a költészet részét is, mert az gyönyörű. Az a világirodalom egyik legszebb része, nem csak a magyar irodalomnak a legszebb része, de a világirodalomnak is, de sajnos csak mi értjük úgy, ahogy megérthetjük. Mert úgy lefordítani Babicsot mondjuk, vagy Adit, vagy Petőfit, vagy József Attilát, mint ahogy íródtak azok eredetiben, azt ugyanolyan költők, mint amilyenek az eredetit, akik az eredetit írták, hát azt nem vállalják sehol, és nem akad olyan költő, aki ezt ugyanúgy tudja lefordítani angolra, franciára, kínaira, oroszra, vagy bármilyen másra. Azt gondolom, hogy a gyerekek ilyenkor még kicsik, de azért megmarad a fejükben, és ha nem mindegyiknek, csak néhánynak, és az a néhány már megéri nekem, az, hogy ő hallott valamit, és megmaradnak a versek. Ha nem az egész vers, akkor csak néhány mondat, vagy néhány sor egy versből, és hogyha majd felnő, és talál a polcon egy kötetet, amit ezek a költők írtak, akkor lehet, hogy kedve lesz levenni, és kedve lesz megismerkedni ezekkel a költőkkel. Olyan szerep, amire nagyon vágytam, de nem kaptam meg, nagyon sok volt. De számtalan olyan is, amiben rengeteget tanultam, mert olyan partnereim voltak, akik mind hozzáadtak ahhoz, aminé váltam. Emlékszik vissza a pályájára.
az ember idejekorán megismerkedik ezzel az érzéssel, hogy hű, de jó lett volna, és mégse én kaptam, és ezekért szomorkodni, vagy bánatosnak lenni, mert nem játszhattam el, az a legnagyobb butaság. Azzal kell megküzdeni, ami éppen van, és abból kell valamit csinálni. Én láttam olyan színészt is, aki semmi szerepből csinált nagyszerűt és óriásit, és láttam olyat, aki a legnagyobb irodalom legnagyobb szerepeiből semmit csinált. Tehát ez nem attól függ, hogy az ember milyen szerepet, az függ attól, hogy kivel játsza, ki rendezi, mikor és hol. Szóval ez rettenetesen sok szempontnak a függvénye, és én nem vagyok bánatos semmi miatt, amit nem játszottam el. A riport után szinte azonnal felment a színpadra, és bár komoly torok problémákkal küzdött, ismét feltüzelte a gyerekeket, és megmutatta azt, mitől szeretik őt a nézők generációk óta. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!